Próbák és előadások hiány, üresen kongabált a Széki Petőfi Sándor Művelődési Ház. Pozitívum a helyzetben, hogy olyan felújítási munkák is megkezdődhettek, melyek zavarták volna a csoportok működését. Elkezdtük a felújítási, megújítási munkálatokat, és ez még talán segít is abban bennünket, hogy ezeket alaposabban meg tudjuk csinálni. Kifestették a Bátkom szakemberei a házat, renoválták, a bútorokat próbáljuk kárpit tisztítani, rendbehozni a színházi függönyöket, a színház, a színpad alól kipakolni, úgyhogy van teendő igazából. Jövő héten pedig bevesszük a tájházat, és az összes nemzetiségi szobát külön kipakoljuk, és rendet rakunk. Tehát ez is egyfajta feladat. Aztán természetesen mi már készülünk ezerrel az őszre, mert bízunk abban, hogy ez a járvány is egyszer csak véget ér, és az ötödik, talán kis jubileumi bátaszéki bornapokat azért szeretnénk megtartani. És mivel egy csomó rendezvény elmaradt Bátaszéken is, ez lesz talán az első, amelyre kimerészkednek, vagy kijöhetnek az emberek, és szeretnénk, ha tényleg ez nagyon tartalmas, nagyon színes, nagyon változatos, és nagyon jó lenne. A civil közösségek lényege a személyes kontaktusokban van, azon túl, hogy ki a maga tudásának és érdeklődésének megfelelően választ magának szórakozási, kulturális vagy sport lehetőséget. Az elszigetelődés nehezíti teszi a közösségi létformákat. Egy színjátszókör vagy egy énekkarnak sokkal nehezebb a dolga, tekintettel arra, hogy ez kimondottan egy közös tevékenység kell, hogy legyen, és jelen pillanatban nem lehet közösen énekelni, semmit nem lehet közösen csinálni. Tehát gyakorlatilag ezek, azt kell mondjam, hogy erre az időszakra megálltak. Ez a bezártság, ez ha meg fog szűnni, és hát mindenki relatíve biztonságban érezheti majd magát, akkor feltehetően kicsit olyan eufórikus hangulat fog az embereken majd eluralkodni, és akkor spontán is létrejön ez a fajta öröm, vagy az a fajta egymásnak való örülés, ami egyébként jelen pillanatban nem lehetséges. Amit nem is kell majd abban az időszakban szerintem nagyon irányítani, vagy befolyásolni, mert önmagában az a dolog, hogy szabadon kimehetünk a város tereire, és egy-egy rendezvényen részt vehetünk, ez önmagában meg fogja hozni ezt az érzést, és én azt gondolom, hogy ezt nem kell senkit majd biztatni. Az önkéntesség, tehát felmerült egy csomó emberben az, hogy önkéntes tevékenységet kell folytatni. Ezt most értelmezhetjük civil tevékenységként is, talán ez lenne a legjobb, ha civil tevékenységként értelmeznénk. Ez most egy borzasztó jó dolog az, hogy segíteni kell, segíteni akarunk, mert van kinek, illetve rászorulnak emberek, akiknek segíteni kell, és én azt gondolom, hogy a civilségnek ez a jellemzője, ez az egyik jellemzője. Ez jellemző volt egyébként korábban is, mert ha visszaemlékszem arra, minden évben volt például olyan személygyűjtési akció Bátaszéken, amikor a civil szervezeteket megszólították, és önként jöttek az emberek erre a személygyűjtési akcióról. Hát ez a helyzet, ami mostanában ennél súlyosabb, és valószínű, hogy nem is kell megszólítani senkit, hanem akik úgy gondolják, hogy képesek erre, azok jelentkeznek. A Német Egyesület csoportjai is felfüggesztették működésüket, mint ahogy a hagyományos Rétes Fesztiválról is le kellett idén mondani. Nem lesznek vendégfellépések, nem lesznek vendégszereplések, úgy a helymát sem fog tudni utazni, mint ahogy hozzánk sem jönnek vendégfellépők. Ifjúsági fúvószenekarunk sem tudja megtartani a próbáit. Ott egész érdekes ez a 21. század, ahol az internetben, az online világban próbálják a próbákat tartani, és hát távoktatás keretében valamilyen formán mégiscsak fenntartani és összekovácsolni a közösséget. Én úgy gondolom, hogy akik a közösséghez csatlakoztak, akik az Egyesülethez csatlakoztak, azok valamilyen ügyért, valamilyen célért csatlakoztak. Nekik most mindenképpen szükségük van arra, hogy kontaktban, kapcsolatban maradhassunk. Nyilván itt elsősorban mentális, lelki segítségre gondolok. Az emberek élete ilyen formán teljességgel átalakult. Nem tudunk mást, mint az interneten keresztül kapcsolatban maradni, próbálunk segítséget nyújtani, illetve a feltett kérdésekre mindig válaszolni. A vezetőség jelen pillanatban is dolgozik, a háttérben munkák zajlanak, hiszen az aktuális és futó pályázatainkat muszáj mederben tartani, intézni.
Nagyon sok pályázat van, amit későbbi időpontra lehet halasztani. Nemzetiségi pályázatoknál államtitkárság ebbe segítséget nyújt. Miközben nem lehet személyes kontaktusokat folytatni és kirándulgatni, várost látogatni sem ildomos, a Német Nemzetiségi Egyesület elkészítette ezt a filmet, mely tanösvényüket mutatja be az érdeklődők számára. Reményeik szerint, ha a vírus veszély elmúlik, ennek hatására sokan látogatnak majd el ide.